Körülbelül 2 éve tékvandózhatok, sárgölves vagyok. 7 éve kezdtem el tékvandózni. Ő igazából apukám javaslatára, és a barátommal kezdtük el. Hát szerintem olyan 7 éve, akkor kezdtem el tékvandózni, mikor elkerültem Makóra az iskolába, úgyhogy olyan 7 éve, 6-7 éve, most lesz 7. Hát szerintem olyan 5 éve. Igazából én nem szerettem volna elkezdeni, hanem nekem a 2 testvérem járt le edzésre, és akkor én is mentem velük, és megtetszett, és azóta járok. Ifjúsági küzdelem minusz 62 kg-ban értem el. Egy bizonyos forma gyakorlatot kellett eljárni. Nekem ez volt az első felnőtt kategória, ahol indultam, és felnőtt női minusz 50 kg-ban értem el az első helyezést. Igazából szeretem, hogyha itt Makón vannak a versenyek, mert akkor reggel jövünk, készülődünk, pakolunk, és akkor nem érzem magam úgy, hogy na akkor ez egy verseny, teljesíteni kell, és sokkal lazábban fogom fel a dolgokat. Igazából harcot, úgymond, hogy minden edzésen fejlődünk, a legtöbbet megpróbáljuk kihozni magunkból, és igazából jó társaságot. Hát az elején ez volt az első küzdősport, úgymond, amit elkezdtem, úgyhogy nagy izgalmakkal vágtam bele. Aztán a formagyakorlat részt az úgy kicsit elavult nekem, nem tudom miért, és ugye akkor kezdtünk el jobban belefektetni a bunyóba. Sportszerűek az emberek, kedvesek, illetve odafigyelünk egymás testi épségére. Nagyon nehéz volt megszervezni ezt a dolgot, mert a mai helyzetben ez most szinte lehetetlen volt, sikerült, de ez köszönhető a kluboknak, a tékvandó kluboknak, akik segítettek, hogy meglegyen a megfelelő számú tatami, a megfelelő számú törőállvány. Bírókat elhozták, versenyzőiket elhozták, a szülőknek, a segítőknek. Volt olyan ember, akinek semmi köze a tékvandóhoz, csak egyszerűen bejelentkezett, hogy szeretne részese lenni ennek az egész eseménynek, és eljött, és akkor most is itten dolgozik. 260 fölötti a létszám, több mint 30 klub, aminek külön örülök, hogy a lehető legmesszebbről Győrből és a Dunántúról is nagyon sok csapat eljött. Most már nyugalom van. Eddig azért nagyon feszült volt ez a dolog, hogy minden jó legyen, hál' Istennek sikerült. Igen, ez büszkeséggel tölt el, hogy egy magyar bajnokságot megrendezhetünk. Immáron másodszor, mert 8 évvel ezelőtt rendeztünk életünk első versenyt, ami szintén egy magyar bajnokság volt, 2 éve pedig egy diák olimpiát rendeztünk. Szeretnek ide járni a versenyzők, szeretnek ide járni a bírók, de hát azért megpróbálunk mindent megtenni, hogy ez így is legyen. Hát magunkénak érezzük nagyon ezt a versenyt. Sajnos vannak olyan srácaim, akik pont az izgalom miatt, hogy hazai pályán versenyeznek, nem produkáltak úgy. Már van egy pár érmünk, úgyhogy nagyon szuper. Jó, jó, minden nagyon jó. Jó részese lenni ennek az egész történetnek. Hát a legrangosabb vendég ennek a versenynek Harmat László nagymesterünk, 9 danos nagymester. Ő az alapítója a magyar tékvandónak, és a mai napig is az elnöke. Tehát ő már egy igazi legenda.